A bölcsek mindig azt mondják, hogy sosem szabad összeszámolni azt a pénzt, amit autóra költöttünk. Különösen így van ez, hogyha hobbi autóról van szó. Most mégis megteszem, és nem azért, mert mazoista vagyok, hanem azért, mert attól eltekintve, hogy az MX-5-nek nincs teteje, ez egy 20 éves japán autó, ami sokak számára elérhető, így sokak számára érdekes tanulságokkal szolgálhat majd a matek. Ez egy 1999-es MX-5 NB, azaz a második generáció, 1.6-os motorral, nyitott diffivel, 5-sebességes váltóval, mechanikailag tehát kvázi az alapváltozat. Én 2016-ban vásároltam, nagyjából 240.000 kilométerrel, 800.000 forintért. Amikor az ember MX-5-öt vesz, akkor két út áll előtte, mint a legtöbb használt autónál, vagy gyűjtöget egy kicsit és vesz egy eleve jó autót, vagy ha nincs pénze, mint nekem, akkor vesz egy rossz autót, és azt mondja, hogy majd idővel megcsinálgatom. Nyilván a második út, amit kevésbé ajánlanak, és én is kevésbé ajánlok, én mégis ezt csináltam, mindjárt kiderül, hogy miért. Örök szabály, hogyha az embernek 1 millió forintja van autót vásárolni, akkor 800.000-ért vegyen autót. Ez az autó 800.000-ért került hozzám, és kapásból el kellett végeznem egy nagy szerviz 150.000-ért. Lecseréltük a vezérlést, a motorolajat, a szűrőket, a váltóolajat, a diffiolajat, a fékfolyadékot, a hűtővizet, a motor most teljesen egészséges, nem füstöl, szépen húz, nagyjából 7,5 és 8,5 liter között járok vele, attól függően, hogy éppen mennyire sietek, és nagyjából 1-1,5 liter olajat eszik meg a 10.000 kilométeres csereperiódus alatt. Amikor az első MX-5, az N-nál, tudják, a bukólámpás megjelent, imádta mindenki, csak amiatt érték kritikák, hogy olyan nagyon puhának, olyan nagyon nyúlósnak érződik a kasznia. Ezért a második generáció, ami tulajdonképpen egy alaposan megránc felvarrott N-nál, nagyon sok extra merevítést kapott. Az extra merevítéseket a karosszériában ponthegesztéssel helyezik el, amivel az a probléma, hogy a lemez kapcsolatoknál, ahol összeír a két anyag, ott fokozottan tud rozsdásodni az autó, ezért van az, hogy ez, a fiatalabb MX-5 jobban rohad, mint az elődje. Most sajnos tényleg az a helyzet, hogy kétféle létezik belőle, ami még rozsdás, meg amit már megcsináltak. Az enyém a szokásos helyeken rohadt, a sárvédőíveken és a hossznyúlványokon. A két hátsó sárvédőív munkadíjjal és alapanyaggal együtt került 150.000 forintba, mire ilyen szép lett, a hossznyúlvány pedig 50.000 forintot vitt el. Az MX-5 egy nyitott roadster, ezért a vásárlásnál az egyik legsarkalatosabb pont a tető. Kétféle tetővel árulták ezeket az autókat, ilyen szövettetővel és viniltetővel. Ezen az autón, amikor megvettem, egy hagyományos fekete viniltető volt, tudják, ez a műanyagra emlékeztető műbőr vacak, és szét volt repedezve a széle. Ettől egy kicsit tartottam, de aztán később rájöttem, hogy a szétrepedezett szélű tető az egyáltalán nem váló ok. Hiába van megrepedve a szélén a varrás, az nem fogja beengedni a vizet. Majdnem két évig használtam, mire jöttek a problémák, ugyanis itt hátul kiukadt az anyag, becsöpögött az eső, ami határozottan kellemetlen használat közben, úgyhogy elmentem egy vidéki kárpitoshoz, aki 85.000 forintért legyártotta ezt a gyönyörű pornóvörös tetőt. Az MX-5-ben külön élmény a sebességváltó. Annyira fémesen, annyira pontosan kattan a helyére, hogy nagyjából minden sebességváltás egy külön ünnep. És bár egyáltalán nem jellemző az autóra, nekem a váltóval volt problémám. Az történt, hogy amikor beraktam egyesbe, és finoman engedtem fel a kuplungot indulásnál, amikor elérte a kuplung a nyomáspontot és forogni kezdett a szerkezet, egyszerűen kidobta egyesből üresbe. A hangja is kellemetlen volt, meg nagyon rossz érzés visszagurulni, hogyha az ember emelkedőn indul. Ezt nagyjából 10-ből 2-szer csinálta, aztán már 10-ből 3-szor, aztán úgy döntöttem, hogy tenni kell valamit. Nyilván a váltófelújítás a szóba sem jöhet, hiszen gyári alkatrészekkel aránytalanul drága, ezért egy kiflibe hajtogatott 80.000 kilométert futott autóból vettem egy bontott váltót Németországban. Ez 30.000 forintba került, és nem is igazán kéne számolni, mert apukámtól kaptam NASA ajándékba. Nyilván volt az autón egy halom apróság, amit az elmúlt 3 évben ki kellett cserélni, nem is biztos, hogy mindegyikre emlékszem. Például 20-25.000 forintért kellett hátra egy pár új féktárcsa és fékbetét. Kellett egy pár új stappálca előre, ez volt 10.000 forint. Hiányzott az egyik első dobbetét, és nem volt szép a betöltőnyílásnak a záróajtója sem, ezeket 8.000 forintért vettem meg, és egyszer letolattam a hátsó lámpámat, ebből csak egy baloldalit kellett vennem, 10.000 forintba került bontottan,
valamint kellett az autóra 4 téli gumi, mert keveset, de azért kellett télen is használnom, ez 64 ezer forintba került, meg egy 10-esért vettem hozzá Opel Astra lemezfelniket. Az MX-5-be a súlyelosztás miatt az akkumulátor az ide a hátsó kerék mögé kerül. Nekem kellett belevenni egy akkumulátort, mert hidegben már nem indított olyan szépen, 15 ezer forintba került, viszont volt egy másik kifejezetten vicces probléma is. Az előző tulajdonos elhagyta a gyári akkumulátor lefogatót, ezért betonacélból hajtogatott rá egyet, amivel az volt a probléma, hogy nem fogta tökéletesen az akkumulátort, hagyta mozogni. És amikor a megfelelő frekvenciájú úthibákon mentem át, képes volt úgy berázni az akkumulátort, hogy hozzáért a fém lefogatóhoz, és letestelt. Ilyenkor az autónak leállt a motorja, elment a szervó, lekapcsolt a világítás, elfeküdtek a mutatók, kikapcsolt a rádió, kész, teljesen áramszünet. Aztán néhány másodperc múlva vissza. Ezt nagyjából 2-3 alkalommal eljátszotta, amikor úgy döntöttem, hogy muszáj valamit csinálni, és nyilván az embernek agyában az járt, hogy úristen, ez valami orbitális elektronikai probléma lesz. Nem, csak ki kellett cserélni a lefogatót erre a gyárira. Aki ismeri ezt az autót, annak biztos feltűnt, hogy nem a saját ülései vannak benne, hanem a ráncfelvarrott MBFL kiadásé. Ennek két oka van. Az egyik, hogy eléggé ki volt már ülve, nem volt benne annyira jó ülni hosszú távon, a másik pedig az, hogy nekem borzasztóan tetszik ez az egybetámlás kialakítás, ilyen van például a Porsche-ékban is, és meg vagyok érte őrülve. 35 ezer forintba került ez a pár ülés, a régieket pedig el tudtam adni, mert egy 190 cm magas klubtársnak pont ez a jól kiült ülés kellett ahhoz, hogy ne csak félrebillent fejjel tudja vezetni az autót, hanem kényelmes. Sokan nem is gondolnák, hogy az MX-5-ön mennyire fontos kérdés a felni. Ugye ez egy könnyű autó, elég finom futóművel, hogyha valaki nehezebb kereket rak rá, mint a gyári, akkor nagyon el tudja rontani az autó viselkedését. Ez a 15-szoros NKI az autó gyári felnie, mindössze 5,9 kg. Nyilván rengeteg benne a magnézium, ezért tud ennyire könnyű lenni. Nem érdemes rá nagyon más rakni, csak olyat, ami ennél könnyebb, de hát az elképesztően drága tud lenni. Amikor megvettem az autót, nagyjából ecsettel voltak lekenve feketére a felnik, pattogzott le, ronda volt, leg volt szakkozva a széle, ezért elvittem felújítatni. A 4 darab felnit valamivel kevesebb, mint 50 ezer forintért hozták rendbe, és most gyönyörűek. A konyhamatek szerint erre az autóra egy egész kicsivel kevesebb, mint 700 ezer forintot kellett költeni. És hogy megbántam-e? Egy pillanatig sem. Most ha a tetőt nem számolom, akkor nagyjából bármilyen hasonlókorú kompaktra elment volna ugyanennyi pénz, hiszen nem voltak az autónak olyan nagy vagy megoldhatatlan hibái. Nyilván fel lehetne hozni érvnek azt, hogyha egy évvel többet spórolok, akkor ezeket mind megúszhattam volna, és akkor vehettem volna egy hibátlan állapotú autót. Na most a legfiatalabb MB is több mint 15 éves, úgyhogy hibátlan állapotút egyrészt nem vehettem volna, másrészt akkor egy évvel kevesebb jutott volna ebből az élményből, ami hát rossz lett volna. Annak ellenére, hogy ez a 700 ezer forint nem tűnik kevés pénznek, én mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy vegyen egy ilyen autót, egyrészt a nyitótető élménye, másrészt a roster anatómia annyira elképesztően egyedi hangulatot tud, amit más autó sosem fog. Fantasztikus élményeim voltak vele, elmentünk túrákra, elmentünk nyaralni, ezzel mentem az esküvőmre. És komolyan, hogyha 1 milliót kellett volna rákölteni, az sem fájt volna. Persze az autó nincs kész, mindig van rajta mit csinálni. Most például vár rá egy alvázvédelem, és a műszakin szóltak, hogy a motorblokk és a váltóharang között egy picit, mintha könnyezni az olajat, valószínűleg ki kell cserélni a főtengely szimringet. Aztán kifúj hátul a kipufogó, és a központi zár is néha egy kicsit bolondozik, például csak hűvös időben hajlandó működni, ez valószínűleg egy kontakthiba lesz. Viszont ezeket a dolgokat már nem én fogom megcsinálni. Most vasárnap délelőtt 10 óra van, ezért az autóért ma délután 4-kor eljön egy vevő és megveszi. Természetesen a hibákról tud, nem akarom átverni, de nekem meg fog szakadni a szívem, mert most, hogyha a Golfot nem számolom, amit tulajdonképpen örököltem, ez volt az első saját autóm. Ezen tapasztaltam meg először, hogy milyen egy autót fenntartani, meg hát főleg azt, hogy milyen az, amikor egy autó igazán zsigerien jó. Azóta is állandó hivatkozási pont úgy az életemben, a tesztjeimben, és nagyon sokan nem hiszik el, hogy mennyire jó visszaülni bele egy MS BMW-ből, egy RS Audi-ból. Talán csak a Porsche-k azok, ami után egy kicsit úgy érzem, hogy nyomorult vagyok, hogy nem azt vezetem, de hát ritkán ülök Porsche-ban. MX-5-ön viszont még mindenképpen lesz, de most kelleni fog egy pár hátsó ülés.